104 Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok. Velünk Történt című magazinműsorunkat hallják március első napján a vasárnap, és stúdiónkban köszönhetem Adamik Anikót, a Gyulai Pálinka Fesztivál szakmai koordinátorát és a Brillante 2020 nemzetközi párlatverseny versenyigazgatóját. Anikó, szervusz, üdvözöllek! Köszöntöm a hallgatókat! Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy nálam. Jó kis beszélgetés lesz, ugye nagyban készülünk már a Gyulai Pálinka Fesztiválra. Beszéljünk elsőként a Brillante nemzetközi párlatversenyről. Ez hogyan áll? Elindultak a nevezések, már most elmondhatom, hogy számos nevezőnk van, érkeznek folyamatosan a pálinkák, szerintem idén is szép számmal lesznek. Honnan érkeztek már eddig minták a versenyre? Magyarországról főleg, de már elbüszkélkedhetünk szlovák, horvát és román nevezőkkel is. No, és akkor beszéljünk egy picit rólad. Te hogyan kerültél kapcsolatba M&M-es italal a Hungarikum? Hát a szerelem elég régen kezdődött, még az egyetemi éveim során kezdtem el foglalkozni pálinkával, utána 10 éven keresztül kereskedelmi pálinka főzdét vezettem, magam is pálinka főzőmester vagyok, magyar, illetve nemzetközi versenyeken, pálinka versenyeken bírálok régóta, és így kerültem közelebb a rendezőkhöz, hogy most a pálinka fesztivált töltöm meg szakmai töltettel, egy kicsit erősítjük a szakmai vonalat rendezvényem. Egészen pontosan meddig lehet mintákat beküldeni, és hova? Március 9-ig várjuk a mintákat, ez egy hétfői nap, és a Szarvasi út 79 szám alatti üzletünk emeletében, az irodába várjuk a mintákat. Amikor megérkezik egy minta, például beküldenek Dunaújvárosból egyet, akkor te a szemügyre vételezed, vagy ez hogy van? Természetesen. Először is ellenőrzöm a internetes felületen, hogy a regisztráció megtörtént-e, minden adatot kitölt a nevező. Ellenőrzöm a beérkezett pálinkáknál, hogy megfelele a regisztrációnak, pontosan elküldte, pontosan megnevezett minden adatot róla. Utána ez egy kettős kódoláson esik át. Az első egy beérkezési kódot kap a termék, majd amikor felállítjuk, a legvégén lezárjuk a nevezéseket, egy kóstolási kódot kap, így ezek a termékek már csak a kóstolási kóddal irányítjuk tovább őket a versenyre, és teljesen anonim módon kerülnek poharakban a kódszámmal a bírálók elé. Anikó, kérlek, beszélj nekünk már erről a Brillante versenyről, aki esetleg még nem hallott volna róla, és utána beszéljünk arról, hogy mikor lesz a zsűrizés, és kiket vártok a zsűribe. Mert hogyha jól tudom, ennek a nemzetközi versenynek elég neves zsűrije van minden évben. Igen, a Brillante pálinka és párlat versenyünk magán főzők, illetve bérfőzetők célközönséget állítottam maga elé, tehát lehet nevezni bérfőzetett párlatokkal, illetve magánfőzött párlatokkal. Itt az elmúlt években nagy a versenyzési láz, hiszen még azt mondhatjuk, hogy gyerekcipőben jár ez a része a pálinkás szakmának, úgyhogy nagyon várják minden évben az eredményhirdetést, büszkén hordják az érmeket a nyakukban a versenyzők. A szakmai zsűriről annyit tudok elmondani, hogy egy nagyon jó csapat, szakmailag neves szakemberekből áll, évre tréninget tartunk a számukra, ahol kicsit mindig vizsgáztatjuk is őket, hogy megfelelőek az érzékszerveik, szépen fogalmaznak a pálinkákról, korrektül bírálják el a termékeket. Ez történt múlt héten csütörtökön. Itt most egy igen erős vizsgát is állítottunk a bírálók elé. Különböző feladatokat kaptak, és a vizsga eredményeképpen fogom összeállítani a bírák névsorát a versenyre. Én egyébként voltam már egy ilyenen, ez ugye Békés Csabán szokott lenni ez a bírálat, hogyha jól tudom, de ott vannak vagy 40-en. Igen, a bírálók egyrészt a neves pálinka főzdék éléről kerülnek ki, ugye nekik van legnagyobb tapasztalatuk a pálinkák iránt, a legnagyobb fajta ismeretük a gyümölcsökben, a legjobban ő tudják kiszűrni a pálinkákban a hibákat. Van köztük bérfőzdét vezető pálinka bíráló is, ugye ő is nagyon nagy gyakorlattal rendelkezik pálinkák terén, illetve én igyekszem úgy összeállítani a bírák táborát, hogy minden szegmensből próbálunk megszólítani, tehát van magánfőző bíránk is, aki részt vett már oktatáson, tréningeken, és nagyon jól bírál. Az idei évben bevonok olyan neves gasztronómiai szakembereket is, akik lehet, hogy nem a legnagyobb szaktudással vannak a pálinka iránt, viszont az illatok és az ízek iránt ugyanúgy elkötelezettek, és ugyanolyan nagy
gyakorlatuk van, illetve a szöveges értékelésnél nagy segítséget jelenthet számomra, hogyha az ő szókincsük is papírra kerül. Tökéletes. Anikó, hoztál nekem egy nagyon-nagyon igényes és szép kiadványt. Ez micsoda? Ez egy újdonság lesz az idei évben, ugye? Igen, ez a legújabb programunk, és úgy gondolom, hogy ez a programunk a kereskedelmi pálinka főzdéket célozza meg. Ez a Pálinka Show névre hallgat, és mégpedig azért Pálinka Show, mert ez egy bemutató. Itt egy kicsit szakítottunk a hagyományokkal, hogy a kereskedelmi pálinka főzdék részére versenyt hirdessünk, hisz a Gyulai Pálinka Fesztiválon 20 évig működött kereskedelmi pálinka verseny. 20 év alatt én úgy gondolom, hogy egy kereskedelmi pálinka főzde el tudta dönteni, hogy ő hol tart, merre tart, milyen minőségben tud előállítani pálinkát, és szerintem mondhatjuk azt, hogy a ma forgalomba kerülő kereskedelmi pálinkák már jó minőségűek. Tehát azért gondoltam, hogy egy bemutató sokkal több marketing lehetőséget ad egy kereskedelmi pálinka főzde számára, mint egy versenyeredmény. Nagyon szépen köszönöm, Anikó, és hogyha már ugye Velünk Történt című magazin műsorunk, akkor itt azért összeérnek a szálak, hiszen ebben a kiadványban itt van Nagy Árpád is, aki egyébként ugyanennek a műsornak, a mai adásnak, amivel te is szerepelsz, ő is vendége lesz, úgyhogy most minden nemes italról, a Hungarikum pálinkáról szól. Árpi hogyan került bele? Árpi egyrészt kollégám a mindennapi életben, hiszen ő is ugyanúgy pálinka főzőmester. Nagyon sok szakmai rendezvényen találkozunk, és fontos számunkra, hogy az az irány, amit mi most elkezdtünk, ez egy visszajelzés szükséges arról, hogy igenis a főzdéknek szól, a főzdékről szól, a pálinkákról szól, és úgy gondolom, hogy az ő személy, az ő szakmaisága segítségünkre lehet, illetve egymást segítjük ezen a rendezvényen, illetve ő is a bírálói csapat része, tehát ő is a bírálók között foglal helyen. Anikó, hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és tudtunk hosszasan beszélgetni. Jó volt azért egy hölgytől is hallani. Én azt gondoltam volna egyébként, hogy például pálinka bírálók, illetve főzőmesterek nagyrészt urak, de hát itt a bizonyíték, hogy szép hölgyek is. Főzőmesterek és pálinka bírálók, úgyhogy Anikó, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jó munkát kívánok és jó fesztiválozást. Köszönöm szépen, és köszönjük szépen a csapatunk nevében is. Velünk Történt című magazin műsorunkban Adamik Anikóval, a Gyulai Pálinka Fesztivál szakmai koordinátorával, a Brillantec 2020 nemzetközi párlatverseny versenyigazgatójával beszélgettem. Na ezért érdekes ez a műsor, mindjárt folytatjuk.